ओमाज्ञानते मिरंदस्या ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येना तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Tulajdonság, amelyik melyikről most kell, hogy megbeszéljünk, ez a hallás, hallani rendszeresen úr keftelésekről és a viszonyuk baktákról. Bhagavad Gita-nak a közepe, középső 6 fejezet, ez a bhakti yoga, előtte volt a karma yoga, első 6 fejezet, középső 6 fejezet bhakti yoga, és mi a harmadik rész, ki tudja? Gyána yoga, igen, a gyána yoga. És amikor kezdi Krishna a bhakti yogát, ugye amikor beszélt a karma yogáról a 6. fejezetben, ott már elindult a igazi klasszikus ashtanga yoga gyakorlatok, és ott írta le, leírást adta, mennyire nehéz, bonyolult, önfegyelemre van szükség, hogy valaki fejlődjön lelkileg, és végül, mikor valaki eléri a szamádit, ugye ashtanga jogában, ami 8. utolsó, akkor maximum szintet, hogyha szerencsés, eléri ez a szakti. Az a jogával nem lehet magasabb elérni, mint a szaktit, és az is nem mindenki éri el. Ez a ragaszkodás. És mikor kezdi rögtön bhakti jogát magyarázni Krishna, akkor első versében, 7. fejezetben rögtön kezdi a szaktiról. Azt mondja, bhakti jogát lehet kezdeni a szakti szintről. Hogyan? És akkor mondja, Maya szakta manapatha yogami janmadashraya asamsayam samagramam yadha gyasasi taj srinu. Szóval azt mondja, hogy hallani. Hogyha valaki, a bhakti yoga kezdődik a hallással, és ha valaki hall, akkor a szakta, akkor van hallás Krishna a vonzó keftelésekről, tulajdonságokról kapcsolat, vagy viszonyok bakták és Krishna között, ez ébreszti ragaszkodást. Azt mondja, Maya szakta, maná partha, jogam. És ez a joga, ez a kapcsolat Krishna. Jogam yunjan madashraya. Ahogyha van valakinek kapcsolat Krishnával, ez a joga, a halás által, akkor mikor bármi is történhet vele, akkor a ashraya. Akkor ember menedéket tud nála venni Krishnánál. Ha valaki vesz menedéket, akkor lesz egy tapasztalat, hogy Krishna gondoskodik, vállalja a felelősséget baktára, akkor következő a samsayam. Kétségek eszét lesznek oszva. És utána mondja Krishna samsayam samagram yadha gyasyasi. És ez a tudás. De hogyan kezdődik a tudás? Tad srinu. Hallásról. Srinvatam svakatha Krishna punya shravana kirtana. Srimad Bhagavatam számtalan helyen hangsúlyozza a hallásnak a fontosságát. Punya, az a legtisztább, legjámbarabb cselekvés. Srila Prabhupád csodálatos leckét tartja erről a Srimvatam Svakatha Krishna versről. Ez a hallás Krishnáról az fontos. A Chatur Shlokában, a Bhagavad Gita-ban ugyanúgy szintén megerősíti. Mondja, Hamsarvasya Prabhava Matasaram Pravartate. Aki megérti, hogy minden tőlem árad, és én mindennek a fenntartója, megérti, ez azt jelenti, aki hallja róla, az megint itt van hallásra.
azt mondja, ezek a bölcs emberek, intelligens emberek, Bajante Mam elkezdenek engem szolgálni. Szóval aki hallja, szóval ott is Csatur Slokában róla van szó, hogy hallás nagyon fontos. És utána a következő versben, Csatur Slokában, a 9. versben, 10. fejezetben, ott, mikor már beszél azok, akik már engem szolgálnak, ott megint hangsúlyozza a hallást. Bodajanta parasparam, ők mindig ébresztenek másokat, egymást ébresztenek abak. Madgatámat csitápráná, teljes tudattal, létel energiával engem szolgálnak, madgatápráná, bodajanta parasparam, bodha, az azt jelenti buddha, ébred. Ébresztenek egymást, segítenek egymásnak, beszélnek, hallanak. A kathayantas csamám nityám, megint, szóval egy versben kétszer mondja Krisna, utána megint, hogy kathayantas csamám nityám, mindig hallanak és beszélnek rólam. És rögtön mondja, mi az eredmény? Tusyanticsa, elégedetek lesznek, és rámanticsa, boldogok lesznek. Ez a gyakorlat, vagy ez az tulajdonság mindig akarni hallani Krisnáról, ez egy alapvető tulajdonság baktának, ami mindig akarja róla hallani Krisnáról, Krisnának a, és a bakták közötti viszonyokról, akár Bhagavad Gita, akár Srimad Bhagavata, amikor, mert vannak bakták, akik mondanak, nem, hát én nem vagyok a gyáni bakta, én rasika bakta vagyok. Engem jobban érdekel csak a tizedik ének, csak a keftelések. De az igazi rasika baktát érdekel az is, hogy hogyan teremt Krishna, ugye, amit gyánának lehet nevezni, de mivel a Srimad Bhagavatam beszél Krishnának a teremtéséről, Krishna energiáról, akkor ez nem ilyen gyána, amiről beszélnek a gyánik, hanem ez a bhakti gyán. Szóval itt cél ennek a gyánnak, ennek a tudásnak megértés ébreszteni Krishna természetéről, és ragaszkodás felébreszteni Krishna, ezért fontos. Ezért, hogyha valaki igazán ízzel rendelkezik, ezzel a tulajdonsággal, hogy halljon Krishnáról, akkor ő, neki minden vonzó. Mint a régi történet, emlékeztek, gondolom, mikor Narada Muni, Sisirad Hashama Sundar Ki Jai. Amikor Narada Muni ment Úr Narayanhoz, és útközben találkozott először egy cipésszel, és cipész kérdezte, ó, kedves Narada Muni, merre tartasz? Hát megyek Úr Narayanhoz. Kérlek, kérdezz meg tőle, hogy mikor felszabadulok. Jó, és akkor látod, a cipész ül, koszos munkát csinál, banyanfa alatt, szolgál csak ezt a dolgot, nem tudja sok mindent. Mondta Narada Muni, jó. Útközben találkozott Brahmanával. Brahmana mondta, Narada Muni, te kérdezd meg te rólam is, mikor felszabadulok. Csak próbálok rövidíteni a sztorit. Mikor eljött, és beszélt az Úr Narayannal, akkor kérdezte, feltette ezt a kérdést, és akkor mondta Úr Narayan, hát cipész az már felszabadult, de mikor fel fog szabadulni a brahmana, az még én se tudom. Nem lehet tudni. És akkor Narada Muni csodálkozott, hát hogy? Hát brahmana olyan, minden tud, összes gyánát, és követi vallásos elveket, hát ez egy tiszta személy. Hogy ő nem tudott, és a cipész, aki semmit nem tud, koszos cipőket javítja, felszabadul. És akkor Úr Narayan mondta, majd te meg fogsz érteni, amikor visszamész, és megkérdeznek tőled, hogy én pont mit csináltam abban az időben, akkor mondd meg nekik, hogy pont amikor ott voltam az Úr Narayannál, akkor a tüfukán az elefántot áthúzta. Ezt válaszol, és a reakcióban megértesz,
ki miért, hova, mikor. És akkor, mikor találkozott, visszament Narada, és találkozott Brahmanával, és Brahmana kérdezte, mikor fogok felszabadulni, sikerült megkérdezni? Persze, igen, megkérdeztem. Azt mondta az úr, hogy nem tudja. Hát hogy? Úr nem tud, nem, olyan nincsen, vagy Isten nem tud. Isten mindent tud. Ez nem igaz, nem hiszem el neked, Narada, mert ilyen nincsen. Szóval nagyon kockás volt. Mert sokszor emberek is kockás materialist elképzeléssel gondolják, vagy mondják, Istennek nincs forma, vagy Isten nem tud mosolyogni, mert ez kicsit komolytalan dolog, vagy Isten nem mondhatja, hogy nem tudom, mert ő mindent tud. Szóval ez egy ilyen... És ez volt a brámana. És mondta, kedves Narada, kérlek, mondd el, mivel foglalkozott épp az Úr, amikor ott voltál. Képzeld el, kedves brámana, épp akkor, amikor ott voltam, és folytatódott vele ez a kis bensőséges beszélgetésünk, abban az időben a tűfokán, az Úr Naráján áthozta az elefántot. Ó, Narada, megint! Egyszer mondasz, hogy nem tud, most azt mondod, én nem hiszem el ezeket. Hogy Isten, nincs más dolga, itt nagy univerzumokat teremt, de minden, és akkor utána ilyen komoly dolgok, komolytalan dolgokkal foglalkozik, áthozza a tűfokan elefántot. Narada, nem, ez, nem hiszem neked. Megértette Narada Muni, nincs hit. Nem tud hallani az Úrnak a keteléséről. Nem működik nála ez a tulajdonság 21 között, nincs. Ezért megértette, miért az Úr mondta, hogy nem tudom, mikor felszabadul. Lényeg, mikor odatért a cipészhez, cipész is kérdezte, kedves Narada Muni, mikor felszabadulok. Hát ebben az életben már felszabadultam, minden rendben. Ó, és mondd meg kérlek, mivel foglalkozok az Úr, amikor nála jártál? Képzeld el, pont abban az időben az Úr Naráján a tűfókán áthozta az elefántot. Milyen csodálatos az Úr! Én mindig tudtam, hogy az én Uram nagyon csodálatos, és teljesen megolvadt a szíve a cipésznek. Itt eljött az idő csodálkozni Narada Muninak, hogy itt a cipész ilyeneket mond, teljesen meg van hatva, kiállták, vagy úgy hívják, megjelentek a könnyek a szemébe, és megolvad a szíve. Akkor kérdezi, kedves cipész, te tényleg elhiszel, hogy Úr Naráján azt csinálja, hogy ül otthon, fogja a tűt, és a tűfokán áthúzza az elefántot? Persze, természetesen, hát az én Uram olyan csodálatos, hogy bármit tehet-e, amit akar. Azt mondja, képzeld el, Narada Muni, én itt ülök ez nagy hatalmas fa alatt, a banyán fa alatt, és akkor fogta a földről egy gyümölcsöt, azt mondja, látod, itt van nagyon sok gyümölcs, és egyik gyümölcsbe, kettőre törte, van, tele van magukkal. És a maguk nagyon kicsik. A banyánfa az hatalmas nagy tud lenni. Nem tudom, ki volt Navadvipban, van egy piac Navadvipban, és ez egy banyánfa alatt van. És ez csak egy kis példa. Egy erdő is tud lenni egy fából. És mondja neki, hogy itt van ez a kis mag, és az Úr, ő ezt a nagy fát be is rakta egy ilyen magba. Akkor ezek szerint mi neki egy tűfokán áthozni egy elefántot? Ez mellett ez már semmi. És akkor látta, hogy van ez a képesítés, ez a tulajdonság hallani az Úrról, megfelelően értékelni, és megértette, miért Úr azt mondta, hogy a cipész felszabadul. Szóval ez a tulajdonság, hallani bizalommal, hogy Srila Sivaráma Maharás mindig mondja bizalommal, bizalom az, ami úgy fordítjuk, hogy sráda, mert sráda ez nem csak hit, mert mindenki hisz, mi hiszünk valakikbe, mások elnökökbe, de nem bízunk benne. Szóval ezért a sráda szó úgy is fordítható, hit, amikor Úr Csaitanya mente Gájába a sráda ceremóniát
végezni a üsötyáknak, akkor az a tiszteletadás volt. Szóval igazi sráda, ez a tisztelet, bizalom. Így nyilvánul meg. Ezért hallani megfelelő hangulatban, az nagyon kedvező. A nélkülözhetetlen tulajdonság. Ugye 21, most nem is beszélünk a 30 tulajdonságról, hanem csak ahhoz, hogy ember valaki legyen, emberi szinten, akkor ez a tulajdonság, ez nélkülözhetetlen. Ritkarnára szájnak, hát hogy kezdődik az első? És Ritkarnára szájnak, Bavanti Ritkarnára szájnak, hát első sort nem jön eszembe. Mama Virya Samvida. Na mindegy, Srimad Bhagavatam azt mondja, hogy hallani Krishnáról, Satam Prasanga Mama Virya Samvida. Jó mondtam? Satam Prasanga Mama Virya Samvida. Hogyha hallani baktáktól Krishnáról, vagy a kapcsolat Krishna és bakták között, az Mama Virya Samvida, az nagyon-nagyon hatalmas potenciál van ebben a hangvibrációban. Nagyon erősen hat, ugye ez az alap a bhakti jogában. És Bhavanti Hritkarnára szájánakat, az azt jelenti, hogy az olyan, mint egy tónik a fülünkre, a szívünkre, hrit, a szívünkre, ez az elme intelligenciára, halljunk Krishnáról, rögtön kapunk erőt, frissítést, elégedettséget, hogy a toniknak az a rasszáján, az a tonikot is jelenti, ajurvédában. Rit, karna, kellemes rögtön a fülnek hallani, nagyon jó esik hallani, rit karna, rasszájánakat, ha. És utána az utolsó sor, akkor azt mondja, hogy nagyon gyorsan fog jönni Bhaktir, Anukramishyati. Nagyon gyorsan fog, hogyha valaki hallja a szentektől, akkor jön a tisztulás, jön a ragaszkodás, Rati, Bhakti, itt a Bhakti, mint a szeretet, itt erről van szó, Anukramishyati, egymás után fog következni. Szóval hallás, tulajdonosság hallani, nélkülözhetetlen, és nagyon-nagyon fontos minden ki számára, szóval egy alap tulajdonság, ami kell, hogy elejétől végig kísérjen. Ez nem úgy kell, hogy valamikor abba kell hagyni, mert most már másik szintre léptem, hanem ez inkább fog nyílni, jobban mélyülni fog ez a hallás, és egyre nagyobb és mélyebb élményeket fog okozni. És végül hallás által a Krishnáról ember kapja lelki szamszkárokat, ami megsemmisíti anyagi szamszkárokat. Ez volt a Srimad Bhagavatamnak a része.